Véget ért a nagy bezártság időszaka, és végre ismét eljutottunk a Révész családhoz Snooker magazint forgatni. Az egész azzal kezdődött, hogy amíg beállítottuk a kamerákat, addig Bulcsú fogta magát, és teljesen hideg kézzel a mozgást és a helyes beállást nehezítő kamerák és kábelek, valamint folyamatos felalá mászkálás és beszélgetés közepette, lökött egy 100-as bréket. Szerencsére a helyi kamera ezt megörökítette, ebből látunk néhány szép megoldást. Bulcsúnak még arra is kiterjedt a figyelme, hogy a kamera helyére ne pozícionáljon, kivéve az utolsó feketénél. És ezután kezdtünk el beszélgetni arról, hogy mi történt vele az utóbbi időszakban, és hogy mit gondol a snooker világbajnokságról. És persze, ha már ott voltunk, játszottunk is egy kicsit. Most már azt mondhatjuk, hogy 2,5 hónapja nem találkoztunk, nem tudtunk forgatni. Mi minden történt azóta? Ugye vége lett az online oktatásnak, az iskolában vissza lehetett menni még erre az utolsó egy hónapra, így 8. végén. Hát gyakorlok ugye napi 2-3 órát, inkább 3-at. Nyertem szűk 2 hete egy pontszerző versenyt, már lassan 1 év után. Úgy nagyjából ennyi. Ez milyen volt ez a verseny? Mennyire nehéz megnyerni egy magyar pontszerzőt? Ugye nagy pontszerző volt, egyenes kieséses tábla. Elég nehéz volt, és nehéz ellenfeleim is voltak még úgy is, hogy ugye Horváth Attila nem volt a versenyen. Vantara Palival játszottam az elődöntőben. Ellene borzasztóan jól játszottam, és le tudtam győzni 3-0-ra, aztán a döntőben Zsolti ellen, Fenyvesi Zsolti ellen 4-1-re. Nagyon nehéz, és engem is így kicsit így megzavart ez a Covid mizéria az utóbbi időben. Nem tudtam igazán jól játszani, de most már úgy érzem, hogy visszatértem, és most már jobban fog menni. Mennyiben akasztott meg a Covid? Miben változott az életed? Szociálisan ez nehéz volt így is, a snookert is megnehezíti, hogy itthon gyakorlok egyedül, igazából nincs mire készülni. Ez a nyomasztó, hogy vannak versenyek, de inkább a nemzetközi verseny volna ugye a lényeg. És egyszerűen nem nagyon volt potenciál arra, hogy gyakoroljak, és hogy ugye nem lesz semmilyen verseny. Elég nehéz volt így lenni, de most már újra fognak kezdődni a versenyek, úgyhogy jobb lesz. Nagyon azon a dolog, hogy hogyan tudnám kiszedni a feketét, úgyhogy ne csináljak magamnak hibát. Amíg online ment az oktatás, addig többet gyakoroltál? Nem merem kimondani, hogy egyértelműen többet gyakoroltam, de több időm volt rá, és több energiám is, ugye, hogy nem kellett ott lenni iskolában 5-6 órát, nem kellett ott ülni, hanem 2-3 órába be lehetett sűríteni a tananyagot, és több energiával, több időre le tudtam jönni. Igen. Egyébként kellene többet gyakorolni? Tehát most itt az előbb, még mielőtt elkezdtünk forgatni, löktél egy 126-os bréket, csak úgy, nem azt mondom, hogy balkézzel, de úgy bemelegítés gyanánt. Kellene többet gyakorolni ahhoz, hogy még többet fejlődj, vagy ez a napi 2-3 óra ez elég lehet? Inkább a 3 óra, mint a 2. Azért naponta 1 óra az elég soknak számít, ugye? De a 3 nem kell többet az én koromban. Az a lényeg, hogy hetente sokat játszak, tehát a napok nagy százalékában játszak, és az a lényeg, hogy jól játszak. 2 óra jó játék sokkal többet ér, mint 3 óra rossz játék. Teljesen egyértelmű, ugye? Az a lényeg, sokszor van ez a kérdés, hogy mennyit szoktam játszani, és nekem az a válaszom, hogy hetente 5-6 nap, inkább 14 nap alatt 11 nap, de mindig volt egy ilyen hiányérzetem, és rájöttem, hogy az a lényeg, hogy azokon a napokon menjek lejátszani, amikor tényleg van kedvem is, az időjárás is kedvező, nincs nagy páratartalom, ugye, a rossz idő nem veszi el mondjuk a kedvemet, hogy akkor játszok, amikor tényleg van kedvem, és érzem, hogy jól megy. Gondolom nézted a snooker világbajnokságot. Mennyi meccset nézel meg mondjuk egy nap? Ugye az első körben naponta 2 meccs van, egyiket ugye adják az Eurosporton, a másikat a playeren lehet követni. Én mindig bekapcsoltam a playert, tehát én nem hagytam, hogy ott elúszson egy meccs, tehát naponta a VB alatt naponta 6 meccset néztem,
Ugye az első körben van ez, hogy naponta 3 legyen, utána nyilván kevesebb, de végigkövettem a VB-t. Akkor volt időd gyakorolni közben? Persze. Mindenre tudok szorítani időt. Tehát igazából az is edzés, hogy nézem, hogy ők hogyan játszanak, mit csinálnak, és egyébként érződik is a játékomon, hogyha sok snookert nézek a tévében, akkor valahogy át tudom építeni az ő megoldásaikat a saját játékomba is. Na ezt akartam is kérdezni, hogy ezt hogyan lehet átépíteni? Valahogy a break-építés és a megoldások. Ilyen kocs, olyan kocs, erre terel a játékos, arra terel, és nem tudom, igazából nehéz elmagyarázni ezt az egészet, hogy működik, de valahogy el tudok úgy raktározni információkat, hogy nem tudok róla, és tudom alkalmazni a játék közben is. Ismét voltak nézők, ugye az egész szezon úgy telt el, hogy nem voltak nézők az egyes versenyeken, de a világbajnokságon ismét lehettek és voltak is nézők. Ez mondjuk számodra, aki a tévéből nézed, ez mennyiben változtatott a verseny élvezet értékén? Talán az volt jobb, hogy nem műtaps volt, ugye, amit benyomtak kívülről. Sokkal szórakoztatóbb, tehát így is jobb nézni nyilván, és a VB-nek pláne kell, hogy legyenek nézők, mert attól VB, hogy vannak nézők. A UK is elvesztette a jelentőségét, a Masters is egy kicsit, hogy nem voltak nézők, úgyhogy egyértelműen jobb volt. Neked egyébként mi a legnagyobb nézői tömeg, amivel találkoztál? A Magyar Snooker Gála, 1500 néző, Crucible-ben sincs annyi. És az milyen? Tehát ugye itt egyedül gyakorolsz, nincsenek nézők, legfeljebb apukád vagy anyukád. Mennyiben más átállni erre, hogy mondjuk egyszer csak ott van 1000 néző és tapsolnak és őrjöngenek? Pozitív meglepetés, nem negatív. Mindig kell egy ilyen izgalom a játékosnak, hogy jól tudjon játszani. Ugye minden kifejezhető számokban, és ha nem lépem át a kritikus értéket és alatta vagyok egy pozitív izgalommal, akkor nem csak az segít, hogy tét van, hanem az is, hogy vannak nézők. Ugye? Csak nem szabad átlépni azt a szintet, mert akkor már negatív irányba fog elindulni ez az egész dolog. De én borzasztóan örülök neki, hogyha vannak nézők, és látják a játékomat, nagyon pozitív hatással van rám. Én azt látom rajtad, hogy te eszméletlen módon ki tudod kapcsolni a külvilágot az életedből, mármint a játékból. Így, hogy ez az egyetlen hátránya talán annak, hogy itthon van az asztal, ugye itt nincsenek zavaró tényezők, semmi. És hogyha mondjuk elmegyek egy klubba játszani, akkor ott azért már mindig történik olyasmi, és nehéz kizárni. Hát régen a goldbiliárdban szólt a zene, púlosok, csörögtek, üvöltöztek minden, akkor hogyha ennél csendesebb volt a környezetem, akkor semmi nem zavart meg. Most már egy kicsit meg tud zavarni, de ez is azon múlik, hogy mennyire vagyok benne a flowban, ahogy az angolok mondják a játékban, mert ha tényleg úgy elkapom a fonalat, mint ahogy az előbb is, ugye, akkor nem tud semmi megzavarni. Lehet, ez egy fura kérdés, de hogy szerinted ki a VB játékosa? Selby egyértelműen. Murphy is ott volt azért a szeren, és én azt mondom, hogy megérdemelte volna azt a döntőt, de nem így megy, hogy kiérdemelte volna, meg Selby nagyon jól játszott, úgyhogy Selby ugye 14-ben, 16-ban, 17-ben és most 21-ben nyert, tehát ha azt nézzük, akkor 8 év alatt 4-szer nyert. Tehát ez is nagyon erős arány, és egyértelműen uralta a VB-t. Tehát első körben is Kurt Maffin ellen 10-1, akkor Williams ellen 13-3, előtte volt ugye ellen 13-7, Bingham ellen is borzasztóan uralta a meccset, még ha nem is játszott annyira jól, és Murphynek is alig volt esélye ellene, úgyhogy nagyon, nagyon szépen megnyerte ezt a VB-t. Thank you.